Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok, jöjjenek a kubrók végre, sokan kértétek, úgyhogy íme itt vannak, megpróbálok mindent elmondani róluk, amit tudok, amit tanultam, amit saját tapasztalat, hogy miről lesz szó akkor ebben a videóban, a kezdetektől, hogy hogyan legyen kubród, megéri-e kubrót tartani, kinek kell kubrót tartani, mikortól érdemes kubrót tartani, hogyan használják a genetikus kódtempléteket, lehet-e 100%-os eséllyel olyan kutyát, vagyis kubrót növeszteni, amilyet mi szeretnénk, és stb. Stb. Na de, megpróbálok egy logikus sorrendben végigmaradni, nem kihagyni semmit, mert hogy háromszor kezdtem újra ezt a videót, mert valami mindig kimarad, úgyhogy ha most valami kimarad, akkor ha úgy érzitek, akkor a kommentekben le lehet írni, hogy mi maradt ki, és ezzel segítve a többieket. Na most, a következő dolog. Kezdjük ott, hogy kódex, és fölvenni a kubró küldetést, a questeknél a kódexben lehet a Hall of the Kubrót, akinek nincs meg ez a küldetés, így kezdőbb szinten, vagy netán haladóbb szinten is, mert nem foglalkozott vele, az elmegy szépen a Vénuszra, és a Jackalt, a sakát legyőzi Fosszán, de ez majdnem biztos mindenkinek meg lesz, mert kitör a rinománia az embereken, hogyha kezdők, úgyhogy a rinod, ha egyszer már megölöd a Jackalt, akkor már kapsz Hall of the Kubró küldetést. A Hall of the Kubró küldetés szépen végigköveted, szépen ügyesen megcsinálod, és kapsz egy inkubátor szegmest, amivel végre lesz inkubátorod. És a legvégén, amikor meg lesz a kutyád, felnő a kutyád, lesz tojásod, felnő a kutyád, minden, akkor lesz egy játék, amit csak ti ketten kizárólag egyedül végigvisztek, és hogyha nyertek, akkor örök hűséget fogadtuk egymásnak ebben a kis űrhajóban magányosan, egyedül csak ti ketten, te és a kutyád. Na, a dolog lényege az, hogy ugye, mint tudjátok, azért elég kezdő szinten ajánlja fel a kubró küldetést, és ezért a prók mindig azt mondják, hogy kezdőknek ne legyen már kubrójuk, mert hogy az milyen sokba kerül, meg sok kredit, meg hogy minek a kezdőnek kubró. Én meg azt mondom neked, hogy ha úgy érzed, hogy neked kubró kell és kezdő van, akkor az Isten szerelmére játsszál kubróval, nevelj kubrót, csinálj kubrót magadnak, mert hogy nehogy már ezt a játékot úgy éljük meg, mint a magyar valóságot, hogy így spórolni kell a krediteket, mert hogy ú, ez kell, vagy az kell, ha kubró kell az Isten szerelmére, akkor kubrót csinálsz. Tehát erről van szó. Azt viszont azzal tisztában kell lenned, hogy a kubró azért belekerül egy kis pénzbe, de nem az első kubró kerül bele igazán sok pénzbe, hanem későbbiekben, amikor rájössz, hogy a kubrókban sok platina van, akkor fog igazán sok pénzbe kerülni, mert akkor játszadozni fogsz a kubró fajtákkal, hogy ilyet nevelj, olyat nevelj, minél értékesebbet próbálj meg nevelni, és a többi. És akkor sok kreditedbe kerül, és a előfordulatú platinádba is. Na most, a kubró gyártáshoz való alkatrészeket fogjátok látni, tehát ez mind azok után, hogy megvan az első kubród, élvezed a kubródat, de rájössz, hogy milyen sok pénz van a kubrókban, és azután szeretnél még több kubrókat gyártani, úgyhogy most jöjjenek azok a bizonyos alkatrészek, bemész a marketbe, és most elmondom neked, hogy csak arra költsetek platot, amire gondoljátok, hogy platot kell költeni, de amúgy semmire sem kell platot költeni, című történet van. Equipment, kubróz. Na most, ahhoz, hogy kubród legyen, kellenek pár bizonyos dolgok, hogy meglegyen a második kubród, vagy a századik kubród, mindig meg kell legyen egy bizonyos pár dolog. Az egyik az a tojás, amit vehetsz 10 platért, mert nem fényesen drága cucc, úgyhogy azt meg is meg lehet venni, de ugyanazon a pályán, ahol a Hall of the Kubró küldetésből szerezted a tojást, ugyanarra visszamész, és manapság a 17-es update után elég gyakran dobál tojásokat, úgyhogy ott érdemes farmolgatni. Na most, kell egy genetikus kód template blueprint, megnevegyétek platé, és kell egy inkubátor powercore blueprint. Jó, ezek nem olcsó darabok, legyártani sem olcsó az inkubátor powercore-t, úgyhogy erre készítek fel, hogy ez kerül sok kreditbe, hogyha több kubrót akarsz, de egy kubrót kibír. A másik pedig kell a DNA stabilizátor. Na most a DNA stabilizátor megakadályozza, hogy a kubród meghaljon, ugyanis csökken folyamatosan az élete. Na most ugye ez 75 ezerbe került kb. 2 hetente. Most mondtam valamit, vagy... Mert hogyha lemegy a kubrónak 60%-ra az életre, akkor érdemes beadni egy ilyen DNA stabilizátort neki, és akkor éljen életben marad. Na, ez a kezdőknek
talán ez a legdrágább dolog, amit venniük kell, tehát ez a 75 ezres csomag. Na de kezdőként, nekem 2 hét után volt Kubron, boldog voltam, örültem neki, aztán rájöttem, hogy na hát most épp kifogytam a pénzből, mert ezt kraftoltam, azt kraftoltam, anyám kinyomat kraftoltam, akkor fogtam és letettem a Kubrom a sznázisba, és addig ott maradt, amíg nem szereztem megfelelő pénzmennyiséget arra, hogy kiszedjem a sznázisból, és fent tudjam tartani, továbbá újabb Kubrokat tudjam letartani, eltartani. De amint ez meg lesz, nagyon gyorsan meg lett. Kreditformulás nem egy nagy dolog volt, ezért nem kell beparázni, hogy a kezdő vagy, és ott a szíved mélyén a kis fejecskétben Kubrot akarsz, akkor csinálj magad a Kubrot, ez egy kurva játék, semminek sincs semmilyen értéke. Ezért csináld meg azokat a lépéseket, amiket szeretnél megcsinálni magadnak. Na most. Szóval, ha megvan az Incubator Calculator, Genetic Contemplate, van tojásod, és legyártottad ezt a kettőt, akkor jöhet az, hogy ki növesztesz egy új Kubrot. És most ezt szerintem élőben fogjátok látni, mert nekem van tojásom, és szeretnék egy másik Kubrot csinálni, és hogyha már itt vagyunk, akkor élőben be tudom mutatni a dolgokat. Na de, mielőtt arra rátérünk, még egy dolgot szerettem volna elmondani. Mindenképpen kötelező módon szedjétek ki, ha van dojótok, kötelező módon szedjétek ki az Incubator Upgrade szegmentet a dojóból, a Tenolaborból, mert ez meghosszabbítja a Kubrotnak az életét, hogyha a halálában automatikusan stázisban tesz, hogyha kiszeded a stázisból, akkor 30 perc csak a újra játszhatósága neki, vagy 10.000 kreditén lerásoltathatod a stázist, egy nap alatt kikelti a tojásokat, szóval ez egy nagyon hasznos dolog, Tenolaborba ki kell venni, semmiképp se adják ki platot érte, nálunk is ki van fejlesztve a dojóba, srácok, lehet menni, ki kell szedni. És be kell rakni, és ezzel sokat segítesz majd a Kubronon és a pénzügyi helyzeteden is tulajdonképpen. Na most, a következő dolog lényeg, jöjjön, bemutatom akkor ezt a kis inkubátor dolgot, ahol a kis kutyám van. Na, nagyon szép minden, amit látjátok, itt a kutyátok, ő neki van egy szabad szlotja. Genetic Tools, ahol lehet imprinteket csinálni a kutyáról, mindjárt készítek egy imprintet is, hogy az is legyen. Ha azt is láthassátok, breeding, itt láthatjátok, hogy mi kell ahhoz, hogy egy újabb kutyát tudjál létrehozni. Van tojásom, van inkubátor power core-om, van szabad stázislotom, már csak elő kell hoznom a tojást, hogy csinálhassak egy újabb kutyát. Stázis, stázisban találhatóak a többi kutyáim, és a szabad slotjaim, megnézhetitek, tehát ilyen, ennyi kutyám van jelenleg stázisban, és ővelük tudok kezdeni akármit is. Na de azt hiszem az esse kutya, ő belőle tudok még csinálni egy bizonyos imprintet, úgyhogy most ezt a kutyát, what the fuck, ja, jöjjenek a kutya típusok, akkor már, és akkor utána rátérünk a kutya gyártásra. Na most, kutya típusoknál van mindenféle, kb. Úgy, mint a Sentineleknél. Ugye a Sentineleknél van Carriel, van Shade, van anyámkinyi, a kutyáknál is így van. Raksa, Szunika, Hurász, Sasa, Csesza, a Csesza a legújabb Kubró, ugye, ami a 17-es update-tel jött ki. Mindegyik Kubrónak van különleges képessége, és például ugye az én kis Szunikámnak, hol vagy, berakjuk a Szunikát, van különleges képessége. Az egyik ugye a Savagery, a másik az Unleashed, egyikkel azt csinál, 80%-os finisher damage-et csinál, a másikkal az, hogy kiválaszt valakit és a földre teperi. Na most, onnan tudod meg, hogy milyen kutyát született, még mielőtt el tudnád őt nevezni, hogy eljössz ide a modjait közé, és megnézed, hogy milyen fajta modokat dobott a kutyához, mert a kutyához kapsz automatikusan egy-két modot, ami arra a kutyára kifejezetten jellemző, és azt megkapod a kutyával együtt. Na, amint látjátok, a kutyamodolás nem egy egyszerű téma, bele kell rakni egy jó pár formát ahhoz, hogy kifullozva belerakjál mindenféle modot, és amint látjátok, a legalapabb modok vannak itt gyakorlatilag, és alig vannak kifullozva, úgyhogy ebbe a kutyába még egy pár modot bele fogok rakni. Nem hiába, mert ez a kutya például értékes fajta. A kutyák között vannak értékesebb fajták, és nem akartam lelőni a poént, azért láthatjátok ezt a szint. Szóval a kutyák között vannak értékesebb fajták, és amikor erre igazán rájössz, akkor szeretnél igazán erre igazán kreditet költeni, vagy platot szerezni a genetikus imprintjükkel. Szóval ez a kutya például, hogyha beállítom az eredeti szín összeállítását, és leveszem a armort róla, akkor
Eredeti színösszeállításban egy úgynevezett Lotus Kubro. A Lotus Kubrót onnan ismertek fel, hogy ez a kis jelecske van neki a fején. Na most ezek a Lotus Kubrók egy minimális 150 platinától egészen 600 platináig is fölmegy az áruk, attól függ, hogy milyen típusok. Ha ilyen típusok, mint ez, ilyen izmos dagad fajta, akkor annál drágábbak általában, tehát és a, ha még a fajtája is mondjuk egy sasamelye hurasz fajta, Lotus Bulky, mert ezt a nagy darabot úgy hívjuk, hogy Bulky, a vékonyabbat úgy hívjuk, hogy Athletic, hogyha ilyen Bulky fajta, akkor akár tényleg frankon elmehet 600 platig is az ára, függ, hogy hol adod el, milyen régióban. Na, ez a Sunica Lotus, ez nagyjából ilyen 200-300 plat környékén mozog az ára, úgyhogy hamarosan el fogom adni, csak nem akartam eladni, hogy megmutassam nektek a genetikus imprinteket. Na, úgyhogy ha sikerül netán ilyen kutyát kinevelni, vagy ugye ki kell egy ilyen kutya a tojásból, akkor tudjad, hogy ennek a genetikus imprintje sokat ér. A másik dolog, mit akartam mondani, ja, hogyan neveljünk kutyákat? És most jön itt az egyik lényeges kérdés, van-e bármilyen 100%-os esély arra, hogy olyan kutyát hozzá ki, amilyet szeretnél te magadnak? Na most, itt jön a trükk. Én ezt a Sunica Bulky Lotust úgy hoztam létre, hogy kevertem két genetikus imprintet. Kevertem egy sima Bulky imprintet egy Lotus imprinttel. És ez lett belőle. Na most a dolog lényege az, hogy akárhol olvastam utána a Lotusoknak, a Lotus kutyáknak, hogyan kell kinevelni kutyákat, hogy kell csinálni, nincs arra a garancia, hogy Lotus kutyát születik. Tehát nincs semmilyen sorrend, semmilyen kód, ahogyan a genetikus imprinteket összerakod, arra, hogy Lotus kutyát szülessen. Tehát nekem magyarul azzal, hogy kevertem a két imprintet, csak mázlim volt. De hogyha szeretnétek tudni a kombinációt, hogy hogyan kevertem ki, hogy született ez a kutya, akkor elmondom. Tehát, ha van egy Lotus, kettő darab Lotus imprintet, és kettő darab sima, mondjuk Bulky kutya imprintet, akkor fogod a második imprintet a Lotusból, és összekevered a második imprinttel a simából. Nekem így született ez a Lotus Bulky, szóval még egyszer mondom, kell összesen legyen négy darab genetikus imprinten, az egyik ugye sima Bulky legyen, a másik pedig egy valamilyen Lotus legyen. Fogod a második genetikus imprintjét a Lotusnak, és összekevered a második genetikus imprintjével a Bulkynak. Nekem így született ez a Lotus Bulky. Megint csak mondom, nincs semmilyen fajta garancia, hogy ez neked is így lesz. Sehol nem írja, hogy így fogod tudni kinevelni ezt az új kubrót. Nincs arra se garancia, hogy milyen nemű születik, erre 50-50% az esélye. És nincs arra semmilyen garancia, hogy milyen fajta fog születni, hogy Lotus, Raksa, Hurás, Sasa, Csesza, stb. Ezekre semmilyen garancia nincs. A Lotus kutyákkal vagy szerencséd van, vagy nincs szerencséd, hogy az születik. Nekem szerencsém volt már, ez már a negyedik, ami született. Egyet már el is adtam a Lotuséknak, 25 ezer kreditével, mert nem tudtam vele mit csinálni, csak eladtam az imprintjét, aztán szevasz. Valamiért nekem mázni volt ezekkel a Lotusokkal, aminek nagyon örülök, mert sok platot hoztak a konyhára. Ebből a szempontból. Na most, srácok, viszont jöjjön az, hogy hogyan tudunk sztázisba rakni egy kutyát, hogyan tudjuk kiszedni a sztázisból, és hogyan tudunk genetikus imprintet csinálni, és hogyan kell kutyát kikelteni genetikus imprinttel. Na, hogyha arra van szó. Berakjuk a kis Lotusomat a sztázisba, kihozzuk a másik kutyámat a sztázisból. Ha gondoljátok, végig mutatom nekik az összes kutyámat, mert hogy miért ne, hadd dicsik egyek már egy kicsit, akkor már nem. Szóval, ugye itt a tojásom, ilyenkor mindig automatikusan feljön a tojás, hogyha nincsen tojás. Akkor megmutatom ezt a kutyát is. Hogyha már itt vagyunk, tehát ez ugye volt az a Sunica Bulky Lotus, akkor itt a másik, ő is nagyon jól néz ki, el is felejtettem, hogy milyen jól néz ki. Ugye ő egy Hurász Kubró már, Lotus, tök jól néz ki, ő neki már eladtam a genetikus imprintjét. Genetikus imprintet csak kétszer készíthetsz a kutyádról, egy elsőt és egy másikat is készült, onnan tovább többet soha.
Ez nagy kár, akkor végül is mindenki milliómos lehetne végül is, úgyhogy végül is tök jó dolog, hogy ez így van. És van egy másik, a másik utas a halál, azt hiszem ő is egy Lotus, mert nem tudom őket számon tartani. Valamiért nagyon... jó, ja, igen, ő is egy Lotus fajta, ő meg egy Sunika, megint csak. Tehát van egy ilyen Sunikám, és van egy másik bulki Sunikám is, de jól néznek ki, szóval az a lényeg, hogy Lotus és értékes is van, ez a nagy dolog lényege. Na most akkor fogunk készíteni egy genetikus imprintet az egyik kutyámról. Az igazság az, hogy ha van valakinek, aki nézi ezt a videót és ismerősöm, ha van egy darab fölösleges Lotus, egy darab fölösleges Lotus imprintje, akkor azt én szívesen átvenném tőle. Egy darab fölösleges Lotus imprint. Elárulom a trükköt, hogy miért. Stázis. Mert megint ki akarom próbálni a breeding stílust. Gyakorlatilag ez se kutya ő az, ugye? Nem, de ez se kutya az. Mert ugyanis van most nekem egy hím bulki nagy darab ilyen kutyám, csak nem Lotus, és szeretnék belőle egy hím bulki nagy darab Lotus csinálni. Persze nincs rá semmilyen garancia, de meg lehet próbálni az esélyt. Szóval ilyen geci nagy darab ez a kutya. Csak ugye ő sima. Na őről, amíg kell csinálják egy genetikus imprintet, amit pedig ugye így lehet csinálni. Ugye legyártottál a Foundryban egy genetikus, legyártottad a Foundryban genetikus imprinteket, és ja igen, először is lerásoltatom a stázist. Ugye erre ügyelni kell, hogy amíg a stázisból visszajönnek a kutyák, addig semmit nem tudsz velük csinálni. Úgyhogy most lerásoltattam 10.000 kredité a stázist, ugye ezért fontos, hogy legyen egy upgraded inkubátor szegmentet. És akkor most tudunk csinálni róla egy genetikus imprintet. Csinálunk róla egy genetikus imprintet, ami normál esetben 1 óra 29 percig tart, de most nem fog tartani 1 óra 29 percig, mert a tököm ki van vele. És akkor készült a genetikus imprint. Na most, hogyan tudunk kutyát növeszteni, ugye? Esse kutyai stázist, berakjuk esse kutyát stázisba. És ki fog jönni ugye a tojásunk. És két módja van arra, hogy kutyákat hozzunk létre. Az az, hogy fogjuk és rányomjuk, hogy Begin Incubation. És ki tudjuk választani, hogy milyen imprintet rakunk neki. És ugye itt látjátok nekem a Sunika Lotus-t, őt még el kell, hogy adjam. Őt még el szeretném adni. De viszont ugye itt van a nagy darab bulki féle esse kutya. Ó, ez a Lotus. Na, itt van ez az imprint, ezt kiválasztom. Select imprint, és gyakorlatilag össze tudom adni ezzel az imprinttel. Szóval ki tudok nevelni gyakorlatilag két darab nagy darab kutyát gyakorlatilag. Meg is tudom csinálni a ti kedvedés, select imprint. És rányomok, hogy még erre is, hogy select imprint. Egy, és akkor gyakorlatilag fog születni itt egy kutyám. Na, és akkor rámész, hogy Begin Combined Incubation, és akkor összeadja a két genetikus imprintet, és születik egy másik kutyát. Vagy rámész a Begin Random Incubation, és születik egy random kutyát. De ebből hogy mi lesz, az Isten se tudja. Ha mind a kettő Sunika volt, akkor Sunika lesz. Ha az egyik húrász, vagy egyik Sunika volt, akkor a leírás szerint a domináns faj lesz, 50-50%. Ha az egyik hím, a másik nőstény, 50-50%. Ha két nőstény, akkor nőstény lesz, ha két hím, akkor hím lesz, de mindenre 50-50% az esély, hogy lesz, vagy nem lesz. Úgyhogy Begin Combined Incubation, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz belőle. De valóban nagy eséllyel egy bulki fajta kutya lesz, Rush Incubation, jó van. És az lesz a neve a YouTube kutya, csak a ti kedveteké. Ó, megszületett a kicsik, hát ilyen tigris mintájú lett, majdnem biztos, hogy, és nőstény lett, na, lesz-e még egy kurva nőstény. És elnevezzük YouTube kutyának, jó?
YouTube kutya. Na, mert hogy ez a ti kedvetéké jött létre. Amúgy elég jó a színezése, milyen tigris mintás, szóval... Hurász Kubrom. Na, abból kevés volt nekem eddig. Úgyhogy Hurász Kubrom született, van hozzá két alapmód, és minden happy-ség van. Na, őt most szépen fel fogjuk nevelni, szép nagy lesz, de... Ha még a végén Lotus lesz belőle, az nagy boldogság lenne, de kétlenben nem látom a pofájának is jelecskét. Gyere fel, kutya, nem. Nem, ez csak egy sima tigris mintás kutya lett. Na most, de ha van valakinek egy darab fölösleges Lotus imprintje, azt szívesen átvegem hozzá, átveszem tőle kedvezményes áron, és összekeverem mondjuk ennek az imprintjével, és hát, hogyha lesz megint egy Lotus. Szóval a kísérletezgetni mindig lehet. Én már 8 kutyát elkísérletezgettem, csak az, hogy legyen egy cseszám, nem lett. Úgyhogy kölcsönkértem a imprintjét Falkó barátomtól, és ő ideadta, és lett egy Csesza kutyám, úgyhogy kölcsönkérni imprinteket abban, akiben megbízom, meg lehet. Kereskedés a kutyákkal, kérem szépen. Hogyan győződj meg arról, hogy azt a fajtát kapod, amit keresel? Szóval tegyük fel, hogy keresel egy Lotus Sunika, vagy keresel egy bizonyos... Keresél bizonyos fajta kutyát, tessék. Most már az Update 17, Update 17-tel kijött egy... új képek jöttek a kutyákra. Most már, hogyha keresel egy fajta kutyát, meg tudod nézni ezt a képet, hogy hogy néz ki. Hogy milyen fajta. És gyakorlatilag akkor meg tud győződni arról, hogy valóban azt a kutyát kapod-e, amit keresel. Hogy hogyan tudsz meggyőzni arról, hogy Lotus kapne vagy sem, igazából nagyon sehogy, megkérheted az illetőt, akivel kereskedsz erről, hogy hozza le a kutyát magával, és meg tud nézni. És akkor gyakorlatilag nem nagyon van arra garancia, hogy azt kapod a pénzedért, amit keresel, de többnyire, illetve én még nem találkoztam unfair játékossal ezen a téren, azt adják, amik van végül, és kurva sok platba kerül egy Lotus kutya, úgyhogy érdemes, mármint illik azt adni, amit ugye nem érdemes álmozni az illetőket. Na most kereskedés, ha nagyon szeretnétek, akkor azt is meg tudom mutatni nektek, ha bár nem biztos, mert ahhoz kell egy kereskedő partner is, de a lényeg az, hogy oda mentek a trading posthoz, és rányomtok egy X-et, és ott lesz, hogy imprintek, és ott tudjátok kiválasztani azokat a kutyákat, amiket el akartok adni gyakorlatilag. Van itt valaki? Ott van. Oké. Kivel lehet kereskedni? Talán ő elfogadja. Kösz. Na látjátok, itt van, hogy Prince, és akkor ki lehet választani, hogy milyen printeket lehet adni tovább. És akkor az az igazság, hogy meg is lehet nézni, hogy milyen szunika, milyen fajta kutyát kapsz. Na, rendes volt, mert segített, és na, így tudtok trédelni imprintekkel, és a többi, és a többi. Nagyjából elmondtam mindent, amit a kutyáknak a lényeges kell tudni. A továbbiakban annyit, hogy én azt mondom, érdemes egy kutyát csinálni, móka vele játszani, és tényleg elég segítő társak tudnak lenni. Ha jó ki vannak formázva, modolva, akkor még erősebbek is, mint te magad, és azért fel tudnak fogni egy-két ellenfelet, hogyha nagyon baj van. Azt kell mondjam, hogy melyik a leghasznosabb fajta kutya, mert ugye ez lenne a kérdés, hogy na melyiket tartsa meg, melyiket gyártsa meg, melyik a leghasznosabb fajta. Őszintén szök veletek, küldetés függő, hogy melyik a leghasznosabb fajta. Mindenki azt fogja szeretni, amelyiket leghasznosabbnak érzékeli. Én például nagyon szeretem a sasát, és szeretem a raksát is, és a szunikát. Igazából mindig ezt szeretem, de hogyha megvan mindegyik kutya, és specifikusan akarsz velük dolgozni, mindegyiket szeretnéd használni, akkor igazán küldetés függő, hogy mit, és melyik kutyát használod. Mert mindig kutya bizonyos küldetése jó, mint a másik, de
gyakorlatilag az egész kutyásdi nálam a játékon belül arról szól, hogy jó, van egy kutyám, és nekem van a legjobb kutyám, és jó, és még Lotus kutya is, és minden kurva jó vele kapcsolatban. Na, szóval erről szól számomra a kutya. A kutya ilyen díszállat számomra, de tényleg van valami haszna, hogy ott van. Nagyjából összefoglaltam az alapvető tudnivalókat, azt hiszem. Ha kihagytam valamit, akkor kérlek írjátok le. Aprólékosabb, lényegesebb információkat nyugodtan írjatok a kommentekbe, hogy a kezdők is többet tudjanak olvasni a kutyákról. Ha tudtok valamit, ami nem volt helyes a mondani valóban, akkor lehetőleg ne csak annyit írjatok, hogy ez szar, hanem annyit írjatok le, hogy mi volt rossz, és hogy lehet jobb. Úgyhogy, ja, röviden ennyi lett volna. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!